Így néz ki az az eszköz, aminek a prototípusát egy nemzetközi konferencián mutatták be Tiszalökön. A szakértők szerint a műszerrel az orvosok és a WHO, azaz az egészségügyi világszervezet munkatársai képesek lesznek a világméretű járványok megelőzésére, a fertőzött betegek kiszűrésével és minél hamarabbi izolálásával. Ez évben augusztus 17-18-19-én Washington DC-ben volt az első hasonló rendezvény, amikor bemutattuk azokat az új fejlesztéseket az egészségügyben, amivel a járványos betegeknek, a fertőző betegeknek a kiszűrését, szakszerű mentését, gyógykezelését lehet végezni, és az ehhez tartozó informatikai rendszereket is egyúttal. Itt gyakorlatilag a rendezvénynek az a célja Tiszalökön, Európában először, Magyarországon, hogy mutassunk egy olyan kész terméket, egy olyan működő modellt, ami jelenleg, amikor a migráció miatt naponta ezre vagy több ezre jönnek országonként be váratlanul, a lehetséges fertőzésnek a kockázatát minimálisra csökkentsük. Itthon korábban szúrópróbaszerűen megvizsgáltak 2000 migránst, akik közül 57-nél találtak fertőző betegséget. Az új eszközzel a vérvizsgálatok ideje a 6-8 órás laboratóriumi folyamatokról mindössze néhány percre csökken. There is from 1 to 16. Az eszköz 16 különböző vérmintát képes egyszerre feldolgozni. RNA-s és DNS vizsgálatokból képes a műszer a fertőzöttséget megállapítani. Emellett amerikai egyetemi kutatók kifejlesztettek egy olyan mentőautót, amivel akár ebolás betegek is biztonságosan szállíthatók.